A műsor támogatója a Samsung. Helyezd új megvilágításba a magyar zenét. Amikor gimis voltam, én is hallgattam őket, de mire szerettem volna, már nem mehettem a koncertjükre. Ugyanis 2010-ben feloszlottak. Maradunk élve, valamit mondunk. A Kispál és a Borz 20 éven át az egyik legnagyobb alter rock zenekar volt itthon. Idén pedig robbant a hír, hogy 12 év szünet után újra összeállnak. Ezt követte egy új megjelenésük a Rózsaszín, az augusztusi Kispálon Orfű koncert, amire percek alatt keltek el a jegyek, és az ígéret egy új lemezre. A Sávlekötőben a Kispál és a Borz, na meg a Rózsaszín. Most, hogy visszatértek, nektek is, meg a közönségnek is fel kell idéznie a dalaitokat. Úgyhogy erre reflektálva van egy játékunk, aminek az a címe, hogy Oda-vissza. Megfordítottuk a dalaitokat, és az a ti feladatotok, hogy felismerjétek őket. Menni fog szerintetek? Első után megmondom. Kicsit meg is vannak pörgetve, úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy milyen a fületek. Na mi lehet? Hát Mickey Egér megtanult én. Ilyen kicsit el is picseltük. Igen. Na jó. Én ideig jöttem, most dolgozom a lelkem. Húsvágó ígyverő. Én arra tippelek. Nem, de is, majdnem beugrott. Van egy könnyebb verziónk. Meghallgassuk azt? Persze. Hát, de nekem itt van a nyelvem, egyén, de nem lesz. Ja, kicsit szomorkás. Így van, a válasz helyes. Jár a taps is. Kicsit szomorkás, hangulatom már. Ja, hát. Érdekes, azt gondoltam, hogy a hangzás sokkal jobban átjön meg fordítva, tehát hogy hangzásról rá lehet ismerni, de nem. Na, akkor nézzük a következőt, vagy halljuk. Forradalmat! Így van, a válasz helyes! A basszusból kitaláltam. Eddig hibátlan. Hibátlan a teljesítményetek. Igen. Jöhet a következő. Ha az életben. Így van. Itt volt a nyelvemen. Kicsit vakon voltál? De tudod ki, nagyon nagy király ebbe de mondjuk nem zenébe, de visszafelé elmondani szövegeket, a Likó. Likó Marci, az folyékonyan tud szöveget visszafelé. Egészen hosszú mondatokat elképesztő. Megfordít. Tehát nem csak megtanult ötöt, hanem bármit megfordít. Ja, és akkor, hogyha úgy veszik fel, és azt fordítjuk meg, akkor olyan, mint a természetesen mondaná. Megcsináltuk, és működik. A filmnyelvben ez működik, a Timárnál, mert tudjátok, hogy ő fordítva vette fel, például a Csini babában, ha már ugye előkerült, ő fordítva vette fel a mozgásokat. És utána úgy lett visszafelé lett játszva, és ettől van ez a furcsa, ilyen robotikus mozgás. Na, de ez mellékszel. Még egy darab van, még egy darab feladványunk. Jó. De nagyon jó. Ez eddig a legjobb. Ez kár, hogy nem ilyen az eredeti. Egy tipp. Egyet el kell, hogy engedjünk, nem? Szabad a gazda, a Hang és Fény című számotok volt. Tényleg ott a bugyborgás megint. Én gondoltam rá, csak nem mertem mondani. Meg olyan kevés, ahol nincs dobolás. Igen. Tehát erre rá kellett volna jönni. Na, milyen érdekes. Kb. Eneket van legkönnyebbnek lenni. Igen.
Bebuktuk. De nagyon jók voltatok így is. És most így, hogy bejelentettétek, hogy visszatértek, azóta mi a helyzet a zenekarral? Ez azért már azóta eltelt pár hónap. Bármennyire is furcsa, még egyetlen egy régi számot nem próbáltunk el. Tehát az új lemezen dolgozunk. Új dolgokat csinálni az izgalmas. Meg egy csomó minden automatizmus van, ami szinte egy-két há és el tudnánk játszani. Hát meg azért a feloszlásatok után is azért volt rá példa, hogy összeálltatok. Persze, meg hát ugye volt a lovasi koncert az arénában, ott is azért sok kis pár dal volt, plusz voltak ezek a tematikus koncertek, amik a 14-15-16-ban, amikor bizonyos időszakokat vettünk elő. Minden zenekarnál az van, főleg, hogyha már van 10-15 lemeze, hogy a közönség minden lemezről egy-két, vagy jó esetben három dalt emel le magának, mint slágereket, vagy koncertslágereket, azt a 10-15 dalt, azt azért illik eljátszani. És itt az új lemeznél az a terv, hogy akkor azzal fogtok mostantól fellépni? Például ugye lesz a Kispál Honor fű. Szerintem elmondhatom, hogy nincs, vagyis hogy nincsen terv. Nem tudjuk, hogy nem tudjuk most mit tudom én. Most négy szám úgy áll, hogy azt már szerintem bármelyiket bármikor ki lehetne adni, azok már így ki vannak dolgozva, de hogy a következő négy azok darabokban vannak, hogy azokból a darabokból egy csodálatos négy szám fog születni, azt most még nem tudjuk, abból csak reménykedünk. Ez a legizgalmasabb. Biztos, hogy a legjobbakat elfogjuk, vagy amiket mi a legjobbnak érzünk, szerintem azokat maximum kettőt, vagy két dal lesz az új lemezben. Szerintem lesz három, de ez csak az élettapasztalatom mondatja. A kilenc szám közül. Ki fogtok adni kilenc nem, számot? Nem, a Dió, nem, a Dió, nem a Dió ismer engem, és tudja, hogy én mindig új számokat akarok játszani. Még akkor is új számokat akartam játszani, mikor még nem is voltak most készen. Először látom tőle ezt a visszafogottságot, hogy azt mondja, hogy 2-3 száma. Csomó olyan elvárás van felénk, amit azért valamilyen módon figyelembe kell venni. Az emberek nem azért jönnek, hogy elsősorban, hogy meghallgassák a nagyszerű új szerzeményeinket, hanem azért jönnek, hogy meghallgassák azokat a dalokat, amiket ők, vagy akár a szüleik szívesen pörgettek annak idején. Tehát, hogy ezt azért ilyen értelemben figyelembe kell venni. Meg nyilván nekünk is az a célunk, hogy ez a koncert emlékezetes legyen, hangulatos legyen, mindenki énekeljen, mi is énekeljünk. És most ezeken a dalokon mióta dolgoztok? Az első vázlatok azok tavaly nyáron készültek el, a Kispi meg én zenélgettünk akkor, és akkor ezeket így rögzítgettük. Tehát, hogy így demozgatások szintjén. És akkor benyomtuk, hogy majd akkor ebből csinálunk valamit. És ősszel kezdtünk el úgy dolgozgatni rajta, hogy akkor ebből legyen egy szám. Hogy álltok akkor most itt az új számokhoz? Mennyire akartátok, hogy azért legyen kispálos, és az mennyire volt összeegyeztető azzal mondjuk, amiben most vagytok? Mert azért már nyilván nem ugyanabban a cipőben jártok, amikor azok a dalok születtek. Az például egy nagyon fura és meglepő dolog, hogy pont a rózsaszín jellemzően Lovira, aki mondjuk mindig szerette messze rúgni a pöttyöst, talán az egyik legkevésbé kispálos száma. Igen, ezt mondtátok is. De egyébként a Hang és fény is ilyen volt, meg a Szívrablás is, meg van egy csomó szám, amelyik kilóg. Van amelyik errefelé lóg ki, van amelyik arrafelé lóg ki a mediánból. Elkezdett e köré sorakozni föl az egész mozgalom, hogy legyünk újra, és nem bukott meg. Tehát ez egészen fura, lövészárkok közé kilett. Én meglepődtem a magam részéről, mert ez tényleg, ez a senki földjén ott a két lövészárok között, ha valaki régi kispálos utálhatná azért is, ha valakinek ez egy új dolog, akkor meg abba köthetne bele, hogy mit áriázik, nincs benne refrén, egyáltalán mi ez... Ez a híres Kispál és a Bors, tehát, hogy és mégis valahogy nem kapott ilyen ösztüzet, legalábbis én vagy engem elkerült ez a dolog, lehet, hogy... Visszatérve a kérdésedre, hogy mi mitől lesz a Kispál és a Bors új lemeze kispálos, egyébként az alkotói metódustól. Tehát, hogy általában azok a számaink lettek valamilyen szinten, egyszerűen azokat tudtuk jól megcsinálni, ahol a Kispinek valamiféle alapötletéből indultunk. Ezek általában riffek, vagy egy két akkord. Mivel az Andrásnak van egy jellegzetes, mondjuk, tehát ő nem egy gitárvirtuóz, de van egy nagyon sajátos közelítése a hangszeréhez. Még mindig, tehát 30 év után is megismerem
Akár, akármilyen egyszerű dolgot játszik, valahogy én nem, pont, egyszer most már meg kéne fejteni, nem attól van, hogy balkezes, nem attól, nem tudom. A legegyszerűbb dolgot is el tudja valahogy úgy játszani, hogy megismerem. Szóval, hogy ennyi. Tehát igazából nincsen különösebb titka. Ez a jó érzés, hogy van, mondjuk hoz egy ötletet valaki, és lehet, hogy aznap 8 órát nyüstöljük a dalt utoljára is, amit hoztam, vagy amit a kis ötletéből hoztam, aztán a dióval talán befejeztük azt a dalt, azt szerintem 8 órán keresztül, vagy 9 órán keresztül ültünk a stúdióba. És szegény Kispi, aki már a harmadik óránál már most összeállt a fejébe egy kép, hogy szerkezett, hogy akkor verszak, akkor utána itt jön egy félbevezető, megint, és akkor én megérkeztem, nem tudom, jöngöttem a vasútállomásról, kinyitottam a hangszeremet, és elkezdtük szétbombázni azt, amit ők addig összeraktak, és láttam is a Kispi, hogy így lefagyott, hogy basszus, majdnem tudtam a számot. Már majdnem kész volt. Igen, majdnem tudtam a számot. És akkor szétbombáztuk, de este, akkor éjfélkor még akkor gyorsan fölvesszük így valahogy, és akkor elmegyünk aludni, és akkor másnap kíváncsian nézi az ember, hogy rettenetes dolgot fog hallani, vagy a másnapok azok mindig, igen. Mert van egy hajnalig tartó zenélés, és sokszor van olyan, hogyha mi is éppen valamilyen tracket készítünk, akkor másnap nem hisszük el, hogy ezt készítettük éjszaka. Igen, ezek a ilyen fura, a végén már nem tudod, hogy ez jó-e, vagy nem jó, így benne vagy, bele vagy ásva. 6 órán keresztül ugyanazt a dalt hallgatod igazából. És akkor így gyakorlatilag ilyenkor lenne jó, hogyha a falból elő tudnánk húzni egy producert, vagy így az asztal alól, vagy valahonnan. Megidézni. Azt mondani, hogy gyerekek, én vagyok a külső fül. Ez egy rakás fos, amit csinálsz. Menjetek aludni. Amikor itt hagytátok a könnyűzenei ipart, akkor azért egy elég más világ volt, és azért nem is tűntetek el teljesen, de azért most a Kispel a Spotify-ra tért vissza. Mondjuk a zeneterjesztésre gondolsz, vagy egyáltalán? A zeneterjesztés, meg az egész zenei helyzetre akár. Hát nyilván mit azért... Mit láttok most? Mi 2010-be léptünk le, úgymond. Ahhoz képest egyébként, hogyha megnézzük azt, mondjuk, hogy 1962 és mondjuk 1973 között mennyi minden történt, ahhoz képest ez alatt a 11 év alatt semmi nem történt. Én egy csomó olyan dolgot hallok, ami izgalomba tart, klassz. Én annak örülök, hogy például... Az itthoni előadók közül? Igen, tehát hogy én annak örülök, hogy van a mostani korai 20-asok között, azt látom, hogy tök sok tehetséges ember van. Nagyon karakteresen meg tudják fogalmazni azt, hogy mi érdekli őket, meg hogy milyen zenék jelennek meg, és ami például a Carson Coma esetében nagyon izgalmas és nagyon érdekes, hogy egy-két év alatt be tud futni Magyarországon egy zenekar. Főleg ebbe a gitározós műfajba, hát ilyen 8-10 évet le kellett általában húzni egy zenekarnak, amíg ugye nagyjából a hab tetejére került. Ez most, ha meg tud történni egy-két év alatt, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy ez az egész most egy picit ilyen izgalmasan forrongó állapotban van. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a Fishingnek a nagy színpados felhozatalát, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az 5 évvel ezelőtti fellépőkhöz képest durván a 70%-a lecserélődött a zenekaroknak. A 2000-es évek elején ugyanaz a 4 zenekar volt a nagy színpadon a magyarok közül, miközben néhány hónap alatt Londonba kicserélődik a... Tehát kicsit akkor beért ez a nemzetközi... Igen, nyilvánvalóan az internet valahogy felgyorsítja ezt. Vannak olyan műfajok, internetre született műfajok, akiknek ez nagyon működik. Ilyen például a hip-hop, tehát, hogy vagy trap, vagy nem tudom most éppen milyen aktuális ilyen közelítése van ennek a fajta zenevilágnak. Itt ez tulajdonképpen folyamatosan termeli az új arcokat, tehát hogy és úgy, hogy ezek nagyon népszerű arcok. Igen, nagyon jó amúgy, hogy ezt mondod, mert megkértem egy ismerősünket, hogy dolgozza át az egyik számotokat úgy, mintha egy most induló előadó lenne, egy ilyen trap-rappes stílusban. Ő úgy nevezte el, hogy a projektet, hogy Lil Pál és a Bros. Az lesz a feladat egyébként, hogy ki lehet ő, és hogy melyik dalotokat dolgozta újra. Fúha. Ez egy gitár szinti. Hát ez egy midi. Jó. Valami. Ja, hát. Én bármelyik kispáldalat dalt rátom, hogy nekem.
És nem ezért velem se, mert itt a teleben él. Hogy mit is csinál, fejtsd meg te. Fúra van a kérő. Ez a Scrooby, bazd meg. Így van. Nem tud más ilyen jól énekelni, tudod? Így van, a válasz helyes, Scrooby volt. Na és melyik dalotokat dolgoztam? Na itt a földön és nem beszél velem se. Igen. Így van, a Szőkített nő című szám volt. Nem, nem. De. De. Az, az, az. De, az. Tényleg, ennek az a cím. Ő dolgozta újra ezt a dalotokat. Megtisztelő, igazán. Én különben nagy Scrooby rajongó vagyok, de mindegy. Hát ez... Ennek benne is voltál a szívben. Ja, ja, ja. De hát azért vállaltam el, mert amúgy is nagyon bírom. Rózsaszín lett a víz, mindegy LMBTQ rendezvény, színpadán háttér táncoló táncosok, mászörén a fény, hogy esetleg az én kispóni hátán a nagy hullámzó sörény, olyan szép. Na, eljött a sávlekötés pillanata, és amiről már beszéltetek is, hogy általában úgy készül egy dalotok, hogy a Kispi felgitározik valamit. Igen, ez tipikusan... Ennél is így történt? Igen, tehát ennek a számnak az az érdekesége. Engem elméletileg az érdekelt benne, hogy lehet egyszer, minél tovább, hogy lehet ugyanazt játszani gitáron. Tehát ez két akkord, most kiszólozom neked, hogy izé, ez volt a... Ez különben nagyon kispálos téma, akármilyen egyszerű és kevés hangból áll, ez totál kispálos. Hát ugye ez egy ilyen klasszik, nem egy különösebben izgalmas akkor, mégis van valami kis ilyen minimál, ilyen repetitív valami, ilyen furcsán egy jel bele tud süllyedni ebbe, és akkor tulajdonképpen a refrénben az a különbség, hogy ott lehalkítottuk. Figyelj, most jön. Refrén. És hangosodik. Uh-huh. Ja, és megállt, ugye? Tehát ez a trükk. Akkor... Ez a titkotok. És a végén be van zengetve, és akkor újraindul. És akkor jöttem én, ugye, a legendás basszusgitáros, és hol vagyok én? Ez vagyok én. És akkor egy ilyen tök sűrű, nem is annyira basszus funkció, inkább egy ilyen fura, ilyen... És akkor itt ennek a felvételén az történt, hogy gitároztatok, vagy megvolt a jó téma, és azt loopoltátok? Ez egyébként most, ahogy mondod, éppen próbáltunk, tehát van, én szoktam a kertemben néha koncert, ez így 30 embernek, így tényleg ilyen akusztikus is. És néha, mivel a Kispi a szomszéd dombon lakik, néha így áthívom, és akkor ő is játszott. Tehát ez igazából ilyen, tényleg ilyen, hogy örülünk, hogy így vagyunk. Közben én bort iszok, a Kispál cigizik, és akkor... Na és ez nem volt 15 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt, meg... És akkor készültünk ezekre a 30 emberes fellépésekre, vagy így is így elővettünk nyilván régi dalokat, és hát közben én elkezdtem valamit basszusgitározni, például ezt, és akkor a Kispi rágitározott. Behúzta a csőbe. És akkor én azt mondtam, hogy ez jó, és akkor megnyomtam a hangjegyzetek gombját, és akkor felvettem. De ez körülbelül egy vagy két nap alatt állt össze, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogyha ennyire gyorsan tudunk újra dolgozni, és így jönnek így a pingpongoznak az ötletek, akkor csináljunk zenekart. Hát akkor minek nem csinálunk. A gitára mi jött rá? Ahol a Kispi lehalkul, és ugye az a refrén, ott van egy harmónia váltást, hogyha ezt lefordítanánk akkordokra, ott akkor bejön újabb négy akkord. Egy megzengetett, itt a húrlábnál megpengetett basszus. És újra kezdődik. De először csak én. A Kispi hozott még egy témát, a vége téma, az itt van, azt mondja, hogy az szerintem ugyanezen a sávon van. Egyébként most dolgoztunk a Kispivel először úgy, hogy ez nem látott erősítő, tehát ez egy... Ja, ez effektezett? Ez egy szoftver. Mivel én játszom ezt a fura ilyen
16-odolós, tulajdonképpen nem teljesen basszusgitár funkciót, vagy ilyen sokáig inkább ez egy figura eleje lenne mondjuk egy normális basszusgitárosnál, de ugye megy végig ez a tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü, 16-odolós ilyen bontásocska, ezért valójában nem volt igazi basszus funkció, és akkor adta magát, hogy a basszus az a szintire jutott, és akkor a dió basszusozik, meg van egy ilyen... Meg is volt ez már nagyjából. Na, meg volt ez már nagyjából, amikor... Két layer van szerintem. Nagy művész. Van egy kis. Ugye erről beszélt, hogy egy ujjas. De ez már ezért járt a konziba olyan sokat. Ez nagyjából ez készen volt már ez a koncepció, amire megérkeztem, úgyhogy... És aztán ehhez már csak egy... Nagyjából itt a szám túlnyomó részében már csak egy ilyen... Ez is egy ilyen knifónium, vészjelzés. Mostanában nagyon sok vészjelzést használunk, vagy legalábbis én. És a végén a hajókürt? Igen, az meg... Van egy hajókürt, ami direkt úgy hangoltunk be, hogy a hangnemtől egy negyed hanggal lejjebb legyen. Azt nem tudtam, hogy direkt van. Te tiltakoztál, mondtad, hogy miért nincs hangnembe, de mondtad... Nem én tiltakoztam, valaki tiltakozott, de... Nem. Ez a nem az, igen. Nem, ez tudod mi? Ez amikor ez fölvettük az a szám végén. Az volt az ötlet, hogy a szám végén ordítsunk egyszerre mindannyian. Átjátszottuk, betorzítottuk, elszűrtük, és akkor így végén itt van egy ilyen üvöltés. De van horkolás is benne. Ó, vagy egy ilyen... Na hát ezeket mind szeretnék hallani. Jól hallható egy ásítás, amelyik a verszak közepétől elkezd bejönni. Ez az első... Az egész egyszerűen a Bandi éjjel énekelte föl az első verziót, az első téket. És annyira késő volt, hogy állandóan elaludt. Ja, hogy ásítok, vagy nem tudom. Igen. És az ásítás utána bekerült a dió beszemplereltet, tehát ő nyomja is, amikor játszott. Amikor élőben nyomjátok? Igen, hát majd igen. Az ott be van készítve a hajókürt, meg az ásítás, meg... Meg az én gitárom a végén, mert ugye van még egy gitár, amit hát ugye a basszusgitár okán nem tudok eljátszani. Itt a legvégén, amikor a Kispi témája már megy egy ideje, akkor bejön még egy gitár. Ott később azt, lesz, azt igen. Én játszom, vagy a Kispit kiszólózom. És azt, hát ugye én nem tudom eljátszani, és azt a dió billentyűzi, de billentyű. Ugye egy ilyen kis kedves ilyen... Csodálkoztam, hogy milyen populáris gitárt talált ki a Kispál. Hát kiderült, hogy a Lovi találta ki a Kispál. És az árjázás, hát igen. Ez ki mer árjázni? Hát ráadásul ilyen szarul. Jó az. Először volt egy olyan elképzelésünk. Ez lehet a hajókürt. Ott az üvöltés, és az üvöltést utána jön a haja. Várjál, az még mi lehet ott? Üvöltést azt kivesszük, most ne kever, semmi se fedhesse el ezt a csodát. Yawning, vagy mi az? Az az ásítás. É, igen, mert az ásítás. Ez az. És egy negyed hanggal lejjebb van. Szóval van minden itt, mint a búcsúban. Igen, van atmoszféra. Nagyon sok fura kísérletezés van ebbe a számba. Itt például a refrénbe. Az énekre válaszul, egy csomó minden bejön, egyrészt megismétli, van egy standard ismétlő visszhang is, plusz az még bele lett küldve, széttorzítva egy ilyen régi masinába, amelyik szalagos delay és rugos zengető volt egyszerre. Az input szét van torzítva, és akkor megy rajta. Most csak az éneksávot meg tudjuk hallgatni? Effekt minden nélkül? Aha, és akkor utána jöhetnek rá effektek. Így jobban hallatszik, hogy hamis. Hát ez nem egy korszakalkotó dallam, tehát ez... De valamilyen megragad a... Hát mert ez egy gyerek, egyébként ez egy gyerekdal. Tehát, hogy alapvetően... Olyan, mint egy mondóka, igen. Egy kis zengető. Hát meg szerintem, ami még mindenféleképpen meghallgathatunk az énekből, az a vége. Ja, azt mindenképp arra, én is nagyon kíváncsi vagyok, amikor ordítodok, hogy az magába hogy szól. Hát azért így.
majd kiadunk egy külön csak ezt. Ezzel fogom foglalkozni. Hát ez így nincs nagyon megírva, tehát ebből csináltunk 4 vagy 5 téket, és akkor... Ez impro. Igen. És utána azokból összevágtátok? Szerintem 2-ből van összevágva. Van itt minden. Ez nem merül ki ott a nagy zajba, de... És itt jön. Hát igen, szóval szép. Lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, de hallgatni jó. Olyan szép kavarkó mély sötét ez a rózsaszín. Most halászunk? Igen, a következő játékunk a fishing. Itt vannak is halacskák a tavunkban, itt a sávlekötő tavában, és ezek olyan halacskák, akik felteszik azt a kérdést, hogy mi lenne, ha. És nekünk pedig erre válaszolni kell, úgyhogy adok is ehhez eszközt. De hogyha nem fogunk ki semmit? Hát szerintem azért van rá esély, annyira nem fürgék ezek a halak. Kinyitom. Várjátok? Figyelj, én horgáztam sokáig. Gyerekkoromban... Ezt élveztem a legjobban, amíg össze lehetett raknia. Hát igazából ennyire, de utána már csak... Nézd, az enyém az... Egyébként így is működik. De és akkor fogjunk ki egyet? Aha, kezditek, vagy kezdjem? Hát figyelj. Vagy egyszer, aki kifogja először. Én a hozzám legközelebb álló kék bálnát. Megvan az első. És van valamit? Van rajta egy kérdés. Mi lenne, ha te dönthetnél a fonogramról? Ez mit jelent, hogy legyen-e fonogram? Hát vagy, hogy mi legyen a fonogrammal? Hát nézd, én azt gondolom, hogy minden ilyen fórum, ami valamilyen módon reflektort vet erre a műfajra, és akár az aktuális előadóira, az bizonyos értelemben fontos. Most az, hogy ennek nincs egy olyan fajta rangja, mint mondjuk egy Grammy-nek, vagy egyéb ilyen szakmai díjnak. Kis pénz, kis faci. Igen, szóval, hogy az nyilván azért ennek a műfajnak a hazai beágyazottságán is múlik. Én azt látom, hogy próbálnak ilyen trendik lenni, tehát valóban valamiféle, tehát amikor a Krúbi kapta, idén is valami, a Jude Law is kapott egy pár éve, 2 éve, igen. Tehát hogy ezeknek nyilván, tehát az, hogy az év reménysége, vagy az év felfedezetje szerintem az nem rossz irányba történik. Az előrelépés, hogy ahhoz képest, hogy ezeket a szakmai díjakat akár a 70-es, 80-as években általában mindig ugyanaz a 10 ember kapta, de hogy pontosan ez mi alapján dől el, tehát hogy van egy nominálás, a lemezeladás, vagy az online felületeken való sikeresség. Ez egy album, vagy egy dal, igen, például. Szóval, hogy ezt szerintem így viszonylag követhetetlen, és nyilván a szakma számára ezért nem jelent olyan nagyon sokat. Akkor közben halásszunk tovább. Akkor ezt tegyem félre, ezt a két állatot? Hopp, ezt elég gyorsan kifogtam. Na, szép. Közben már nekem is megvan egy. De akkor nézzük a tiédet, Dió. Mi lenne, ha senki sem hallgatna én gömet? Igen, meg a zenéteket. Mikor oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy az édesapja, aki már nem él, ő hallgatta a mi számainkat, és ő neki mindannyiszor, ahányszor meghall egy ilyen dalt, akkor neki ez egy teljesen más mozi játszódik le a szem előtt, akkor nem tudok feltétlenül visszavonulni ebből. Úgyhogy azt nem tudom elképzelni, hogy mi lenne, ha a zenekarunkat nem hallgatná senki, de azt el tudom képzelni, hogyha az én dolgaimat, többi zenekaromat, vagy egyáltalán a dolgaimat nem hallgatná senki, én azzal úgy eléggé ellennék. Erre az elmúlt 15 évben is keresem a választ, és ezen a héten is nagyon. Magánéletemből kifolyólag, de nem találom. Tehát most kezdem elfogadni, hogy én el vagyok, hogyha senki nem hallgat. Akkor nézem, hogy nekem mit mond a halacska. Mi lenne, ha nem zenével foglalkoznál? Hát akkor zenészekkel beszélgetnék. De hát hirtelen nem nagyon tudnám, de alapvetően a műsorkészítéssel foglalkoznék, hogyha nem a zenével. És akkor mi lenne, hogyha ti nem a zenével foglalkoznátok?
nekünk már azért kell gondolkodni azon is, hogy mi lesz akkor, hogyha nem tudunk a zenével foglalkozni. Tehát mondjuk akár a fizikai adottságaink ezt lehetetlené teszik, vagy az, reméljük, hogy ez minél később lesz. De van olyan is, hogy egyszerűen az embernek már kevesebb az, ahogy a Dió mondta, ambíciója. Tehát elcsitul ez a megmutatási kényszer, vagy ez a dalíró kényszer. És nyilván valószínűleg ilyen, ha valaki hivatásszerűen csinál bármit, mondjuk akár orvos, vagy buszsofőr, vagy nem tudom, akkor valószínűleg ugyanilyen elvonási tünetei lesznek, mikor nyugdíjba megy, és akkor persze gondolkodik, hát ott a kiskertem, és akkor majd akkor tartok, mit tudom én, tyúkokat, vagy nem, de nevelek rózsákat. Szóval hogy azt gondolom, hogy persze, ez jó, hogy az élet tud ilyen, mit tudom én, nyugdíjas soknak is örömöket okozni. Úgyhogy én nem aggódom amiatt, hogy esetleg, hogyha valamikor nyugdíjba megyek, vagy ilyesmi, akkor ne tudnék kitalálni dolgokat. Nekem inkább mindig az a problémám, hogy a fejemben egy csomó olyan dolog van, amit még meg kéne csinálni, és hogyha nem csinálom meg, akkor egy picit rosszul érzem magam, és akkor így elkezdek szaladni a dolgaim után, az meg rossz. Tehát, hogyha az ember nem tud benne lenni az adott pillanatban, és nem tud így hátradőlni, és például élvezni azt, hogy most ezt megcsináltam, és ez jó, megnőtt mondjuk a paradicsom a kertbe, én ültettem, milyen jó, megesszük a fiammal, vagy nem tudom. Szóval, hogy ezeket így meg kell tanulni, így megbecsülni, hogy ezek vannak, és akkor nagyon sokszor, amikor az ember rájön, hogy a siker az mennyire nagy csapda tud lenni, mennyire relativizálja a saját, mennyire fölöslegesen fontosnak tudja magát érezni az ember, és ezeket nem tudja valamilyen módon a helyén kezelni, akkor abból azért komoly személyiség torzulások vannak. Na, még egy utcsó halat nézzünk még egyszer, aki kap, az nyer. Aki kapja, Mária. Na, igazán adtam előnyt. Igen. Majdnem. Na, gyerek. Hát hiába. Mi lenne, ha egy napra király lehetnék? Minden nap király vagyok. Milyen király? Tehát, hogy abszolút uralkodó? Hát akár egy uralkodó, aki döntéseket hoz. Én először is azt gondolom, hogy arra fajta, mondjuk úgy, hogy hatalomgyakorlás, ami most általános a világban, erre alapvetően nincs szükség. Tehát, hogy meghaladta már a világ technikailag azt, hogy például a képviseleti demokrácia legyen, szerintem simán tudom én képviselni magamat, ahogy a bankom elfogadja az online aláírásomat, ugyanúgy tudnék döntéseket is hozni. Van egy csomó olyan elit osztály, amelyik vindikálja magának ezt a jogot, és nem akarja kiengedni ezt a kezéből, hiszen nagyszerűen megél belőle, mint ahogy mi elzenélgetünk, ők elpolitizálgatnak. És csak azt nem kell jól csinálni. A hatalom technikával nagyon sokáig el lehet lenni, ez ugyanolyan kábítószer, mint amiket mondjuk amik be vannak tiltva. Én azt gondolom, hogy szükség van mondjuk önkormányzati vezetőkre, vagy olyan vezetőkre, akik mondjuk egy adott közösséget irányítanak, vagy ha kapnak hozzá felhatalmazást, de nem gondolom, hogy ez a nagyon központosított rendszer, amelyikben minden egy-két ember dönt el, az ne hozna egy csomó rossz dolgot az emberek életébe. Köszi szépen, András és Dió, hogy itt voltatok a Sávlekötőben. Ma a Kispál és a Borz rózsaszín című számát szedtük a darabjaira, és még horgáztunk is. Viszont mielőtt lépnénk, van még egy ajánlatom számotokra, ahogyan ismertek, mindig van. A Panda Marketről, hogyha rendeltek, akkor 1500 forint kedvezményben tudtok részesülni. Nincs más dolgotok, mint hogy a rendelés során beírjátok azt, hogy 1500. Most pedig eljött a búcsú ideje, itt hagyok egy nyomot, azzal kapcsolatban, hogy ki lesz a következő vendég. Jól nézzétek meg ezt a kis videót, és írjátok meg kommentben azt, hogy szerintetek ki lehet a Sávlekötő következő évadzáró vendége, úgyhogy jöhetnek a kommentek, jövő héten pedig találkozunk, évadzárunk, sziasztok! Nagyon szépen köszi. Nagyon köszönöm, köszi. Jó volt. Nagyon jó élmény volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Az adásnak vége, de a freestyle csak most kezdődik.